bajnokcsapat 2021-22 hirdeti a felirat a játékosok pólóján, az átadásra váró aranyérmek pedig bizonyítják, hogy a kárlósemjéni SSE Újfehértó tényleg az élen végzett csoportjában az előző idényben. Illusztris helyszínen a Kállai Kúria dísztermében tartották a szezonzáróval egybekötött éremátadó ünnepséget. A csapat nevében szereplő két településnév nem véletlen, ugyanis a semjéni együttes a fehértói sportcsarnokban tartja edzéseit és játsza meccseit. Tavaly nyáron még az sem volt biztos, hogy indít ifjúsági csapatot az egyesület, de mint Bécsi János edző elmondta, több korábbi nyíregyházi tanítványa megkereste, hogy nála szeretné folytatni pályafutását, így végül beadták nevezésüket. Több helyről verődnek össze a gyerekeink, Nyíregyházáról, Nagykállóból, illetve akik már elhagyták Nyíregyházát és Budapesten, Gyöngyösön, Miskolcon tanulnak, tehát ők jártak még vissza mérkőzésre, edzésekre. Egy kicsit ilyen vegyes összetételű volt a társaság. Úgy vágtunk neki, hogy bajnokságba próbáljunk az első ötbe benne lenne, hogy néztem az erőviszonyokat, és évközben azért látszott, hogy egy picit ettől magasabbra is tehetjük a mércét. Az őszi fordulóban egy vereséggel és egy döntetlennel lettünk másodikok, a tavaszi szezon pedig úgy kezdtük meg, hogy meg akarjuk nyerni a szezont, illetve a bajnokságot is, és ezt sikerült is úgy lehozni, hogy vereség nélkül, tehát tavasszal egy pontot nem veszítettünk. A kállósemjéni önkormányzat megfelelő csarnok hiányában egyéb módon igyekszik támogatni a kézilabdázókat. Az önkormányzat az erejéhez mérten megpróbál maximálisan hozzáállni minden civil szervezetnek a munkájához, így a kézilabda sport tevékenységet is folyamatosan támogatjuk. Nem kifejezetten anyagi támogatásban kell gondolkodni, hanem adott esetben különböző dologi üzemanyag vonatkozásában, vagy éppen szállítási költségek, étkeztetés, a rendezvények megszervése, ebben tudunk támogatni a különböző egyesületeket. Természetesen szűkösek a önkormányzatnak a keretei is, de mindenképpen fontosaknak tartjuk azt, hogy ezeket a civil kezdeményezéseket maximálisan ki tudjuk használni. A megyei kézilabda szövetség elnöke szerint egy országos sorozatban szerzett aranyérem bármilyen osztályban és korosztályban elismerésre méltó eredménynek számít. Mindig nagy örömmel érkezik egy olyan díjátadóra, ahol sikeres műhely munka folyik fiatalokkal. Ez egyrészt a megyének is nagy büszkesége, másrészt azt gondolom, hogy Magyarországon egy olyan látvány sportágnak lehetünk a sportolói, amely nagyon jól van támogatva a kormányzati szinten is, és azt gondolom, hogy azokat az adottságokat, amelyek a fiatal sportolókban vannak, itt nagyon jó karrier lehetőségük van. A kállósemjéni együttes a következő idényben egy osztályon feljebb méretteti meg magát. Bécsi János szerint igazi értékmérők lesznek majd a Szeged, az Ózd vagy a Balmazújváros elleni mérkőzések.